Kedves zsűri, és hát most jelen esetben a kollégáim, köszöntök mindenkit, és remélem tetszeni fognak a kísérletek. Kettőt hoztam, rendel vagyok a második Rákóczi Ferenc általános iskolából, immár 8-os, hát tavaly is voltam ezen a vetélkedőn, és akkor is nagyon tetszett, gondoltam, idén is eljövök, és kettő érdekes elektronikával kapcsolatos kísérletet hoztam. Nyugdíjas tanárként jöttem vissza Rákóczi iskolában nem lévén fizika tanár, fölkértek, hogy 10 órában még foglalkozzak a fizika tanításával. Ez nekem egyrészt jó, mert tényleg kiélhetem magam a tanításban, és nem az iskola problémáinak a vezetésében. Ezért különösképpen hangsúlyt fektettem a fizika szakkörben a tanulók munkájára. Nagyon lelkesen látogatták szeptemberben szokás szerint a szakkört, de aztán lassan lemaradoztak, és valójában, amikor elérkezünk április-májusi időszakra, már csak a nagyon-nagyon lelkesek maradnak, és várják azt az eseményt, amelyik iskolánkban 20. éve, nem is tudom, itt talán 20. éve, hogy rendezzük ezeket a rendezvényeket, a területi találkozót, a városi természettudományos területi találkozót. Az idei abban különbözik a többitől, hogy az alsósok is itt vannak, harmadik, negyedikben is elkezdődött nálunk, látván a vizes rakéta kilövéseket, úgy március folyamán lelkesednek, és ők is szerettek bekapcsolódni, úgyhogy ők is itt vannak, de ők kérdésekre válaszolnak az ötös teremben, hogyha esetleg be lehet kukkantani, akkor őket is meg lehet mutatni. De itt van a Rákóczi, a Hunyadi és a Körösi iskola, és arra gondoltam, hogy ez már olyan régóta megy, hát kérjem meg kedves tanítványaim közül azt, aki vendégként hajlandó részt venni, és nosztalgiázni egy kicsit az elmúlt évek élményein. Így a Marinát kértem föl, ő nagyon lelkes látogatója volt, ő már 6. osztályban itt volt a fizika szakkörön, és őt kértem föl, hogy egy kicsit nosztalgiázzon, meg gondolkozzon azon, hogy miben is segítette őt a középiskolában az, hogy itt a Rákóczi iskolában ilyen módon tanulta a fizikát és a tudományokat, a kémiát is természetesen mellette. Először is szeretném a tanárnőnek megköszönni a hívást. Másodrészt pedig egy kicsit erről szeretnék bővebben beszélni, mert minthogy itt a fizika tanulása és a fizika szakkör. Elsősorban ugye én 6. óta, azaz 2013 óta jártam erre a fizika szakkörre, ahol is egyébként csak 7-től lehetett volna járni, de Mária néni megengedte nekünk, hogy bejárjunk 6-tól. Már akkor elkezdtük a kísérleteket, és már akkor részt vettünk az első ilyen fizika találkozón, ahol mi a kis csapatunkkal az italautomatát mutattuk be. Majd később sokkal több kísérletet és sokkal látványosabbakat is elő tudtunk adni. Én többek között elektronikával szerettem foglalkozni, úgyhogy párhuzamos kötésektől a soros kötésekig mindenfélével próbálkoztam, motorokat építettünk, csengőt és hasonlókat. Majd később ez, mivel megalapozta az én kis jövőmet, egy olyan iskolát is választottam, ahol természettudományokkal tudtam foglalkozni emelt szinten, és most majd fizikából szeretnék emelt érettségi tenni, és a továbbiakban robotisztikával szeretnék majd foglalkozni. Aztán a hidrogénperoxidot, ebből nagyon kell vigyázni, mivel maró hatása van, nekem is ezért van kesztyű a kezemen. Most beleöntjük ezt is.
És ez a kísérlet azért van, mert a hidrogénperoxid a káriumjodid oldatnak a segítségével szétbomlik, és ezért és a mosogatószer segítségével ez felhagzódik. A kísérletek én szerintem nagyon látványosak voltak, mert hogy 4 kategóriában értékeljük, és idén csak értékelés lesz, de díjazni annyira, hogy első, második, harmadik díj nem lesz, mert hogy nem verseny. Kikötöttem a gyerekeknek, ne izguljanak, mert hogy ez nem verseny. A legtudományosabb, a legötletesebb, a legmunkásabb és a leglátványosabb kísérletek lesznek értékelve. Hát amint lehetett látni, elektromosságtamból az egyenáramú motornak a működése csodálatosan volt bemutatva. Tanítványom lépked a többi, a Bordás Balázs, a Tóth Barnabás, a Puskás Tivadar szakközépiskolába járó tanulóim nyomába. A Vasadi Vendel, tehát lehetett látni, hogy egy különleges előadó. Aztán a színes kísérletek pedig abból egy része onnan hoztuk, hogy jelentkeztünk a kísérlethez, 2019 szigetújfalui kísérletezbe, ahova a YouTube-ra kellett feltenni kísérleteket, tehát azért voltak ennyire színesek és látványosak. Itt második helyet értünk el a kis csapatunkkal. A másik osztály kísérletei is nagyon érdekesek voltak a nyomással kapcsolatosan, tehát kapcsolódnak ezek a kísérletek, mind kapcsolódnak természetesen ahhoz, amit órán tanulunk. És nagyon-nagyon fontosak ezek, és nagyon igénylik a gyerekek, mert az elméleten keresztül az már unalmas így úgy tanítani a fizikát. Viszont a fizikaórák azok nagyon kevesek, és ezért mindenképpen kell a délutáni szakkör, hogy a kettőt egybe kapcsolva ténylegesen szeressék ezt a tudományágát. És nagyon szükség van fizikatanárokra, nagyon szükség van a természettudományokat kedvelő tanulókra. És ugye egyébként ennek egyébként az az egész a háttere, hogy ugye a vasnak a részecskéi a hőhatására elkezdenek mocorogni, és ezek a részecskék elkezdenek ütközni egymással, és ahogy ütköznek, ugye ezt továbbadják, és így fog szépen végig menni az egész lemezen a hő. És ugye elkezdi majd felmelegíteni a viaszt, és leesnek majd szépen sorrendben a rajszögek. És amit még itt meg lehet figyelni, az, hogy ugye itt már egészen meleg lehet a vége a vaslemeznek, de hogyha itt megfogom, még hideg, vagy pedig szoba hőmérsékletű. És itt így végig lehet húzni az ujjadat, teljesen. És akit érdekel, vagy aki még nem tapasztalt ilyet, az nyugodtan ide jöhet, felállhat és megnézhet ide, gondolom, mert mindenki látott ilyet.